Hello, hello, sziasztok! Üdvözlünk mindenkit itt a csatornán! Óriási bejelenteni valón van, biztosan észrevették az állandó követőink, hogy ezen a héten elértük az 1000 feliratkozót, és hálásan köszönjük nektek, kedves követőink, hogy itt vagytok velünk. Éppen ezért megpróbálunk hétről hétre érdekesebbnél érdekesebb videókat összehozni nektek ide a csatornára. Ebben a részben a tűmodulokról fogok nektek beszélni, mert többen kértétek kommentbe, hogy kicsit bővebben magyarázzam el, hogy melyik tűmodul mire való. A régi követőink, neki is szeretnék megfelelni, ezért nem csak technikai dolgok lesznek, ugyanúgy lesznek majd heti vlogok is, csak a technikai videókra egy kicsit nagyobb hangsúlyt fektetek, ugyanis észrevettem, hogy nagyon sok mindenkit érdekel a tetoválás, illetve a tetoválás technikai része. Úgyhogy nyugodtan lehet kommentbe kérdéseket feltenni, és fogok róla videót készíteni, vagy válaszolni. Üres a bőröm, test rá kérlek, rajzolj most egy szép emléket, hogy idős koromra mindenki lássa, itt jártam, s az emlék visszajár. És akkor kezdjük is a kis tűmodul bemutatót, de még mielőtt elkezdenénk, pár szóban szeretnék beszélni erről a gépről, az AVA-nak az EP7-es wireless, vagyis vezeték nélküli gépéről, mert többen kértétek kommentbe, hogy ha néhány hónap eltelik, akkor mondjak véleményt a masináról. Amikor megvettem ezt a gépet, csináltam róla egy teszt videót, ami megtalálható ugyancsak itt a csatornán, úgyhogy egy pár szót szeretnék szólni erről a gépről most, mielőtt belecsapnánk itt a tűmodulok világába. Első körben is ugye kérdeztétek többen, hogy mennyit bír ennek a gépnek az aksia. Bevallom nektek őszintén, hogy nálam még egyszer sem merült le a gép, olyan 6-7 órát szoktam vele dolgozni egyhuzamban. Csak pozitív tapasztalataim vannak a működésével kapcsolatosan. Biztonság kedvéért én vettem még egy ilyen gépet, hogyha esetleg munka közben lemerülne, akkor legyen tartalékom. Tehát abszolút pozitív mindenféle téren ez a gép, és most pedig kettő negatívumot szeretnék nektek elmondani vele kapcsolatban. Az egyik a kapcsolás. Igen változó, ugyanis egyik gépemnek nehezebb bekapcsolni és kikapcsolni, másik gépemnek könnyebb, de minden esetre ugye ez úgy működik, hogy be kell nyomni a gombot, és 5 másodpercig nyomva kell tartani, ugyancsak a kikapcsolásnál ugyanez. Na most elég nehéz benyomkodni, úgyhogy elég idegesítő tud lenni munka közben, de azt gondolom, hogy ezért a pénzért, amennyibe kerül ez a gép, ennyit el lehet tűrni. Nem bántam meg egyáltalán, hogy megvettem. Nem bántam meg egyáltalán, hogy végre lecseréltem a vezetékes gépeket, nincs többé kóc, nincs megtört vezeték, nincs beleakadás, nincs lerángatom a tápegységet a földre, stb. Megszűntek, teljesen átálltam a vezeték nélküli gépekre, és ez így is fog maradni több, mint valószínű. A másik negatívum pedig az, hogy nem tudom, mivel van lefestve, lekezelve a felülete a gépnek, de egyet jegyezzetek meg, ha ilyet vesztek, ezt mindent ragasszatok be, bandás szalagozzatok le, mert ha ez festékes lesz, akkor iszonyatosan nehéz lekaparni róla a festéket, úgyhogy érdemes nagyon jól leragasztani, mert egy nagyon komoly bosszúságtól kíméritek meg magatokat. Úgyhogy a gépről ennyit, ha van még kérdés, akkor a komment szekcióban nyugodtan feltetitek. Térjünk át a tűmodulokra. Elsősorban is azt szeretném elmondani, amit már régebben is elmondtam, hogy még mielőtt nekiállnátok tetoválni, célszerű volna megtanulni rajzolni. Rajzolni, gyakorolni, elmenni egy festőtanárhoz, vagy egy rajztanárhoz, és megkérni, hogy az alapoktól tanítsanak meg, sokkal könnyebb dolgotok lesz a jövőben, hogyha megtanultok normálisan rajzolni, mert jó tetoválóból van sok, viszont kitűnő tetoválóból kevés van. Úgyhogy még mielőtt bárki is azt gondolná, hogy ez egy oktató videó, nem, ez nem egy oktató videó, ez egy bemutató videó. Én elmondom azt, hogy nekem mik a tapasztalataim,
mutatok pár tűmodult, hogy én melyiket mire használom, azt most így elmondom, de nem reklámozok senkit. Én többfajta tűmodult használok, több gyártótól, vannak, amik jobban beváltak, van amik kevésbé. Azt mindenkinek majd ki kell tapasztalja magának, hogy neki melyik gyártótól vásárolt tűmodul jön be a legjobban, úgyhogy nagyjából ennyi. De ha mégis szeretnétek otthon elkezdeni tetoválgatni, gyakorolni, akkor a legelső feladat beszerezni egy ilyet. Ez egy gyakorló bőr, aztán ehhez lehet vásárolni valamilyen tűmodult, mondjuk kezdésnek egy ilyen standard méretet, a 12.05-ös tűt ajánlanám én gyakorláshoz, és bementek egy bármelyik tetoválóeszköz boltba, nem olyan sok van az országban, vagy felhívjátok valamelyik tetoválóeszköz forgalmazót, és ők szerintem fognak segíteni abban, hogy milyen festéket vegyetek gyakorláshoz. Akár még abban is tudnak segíteni, hogy milyen gépet vegyetek, milyen tűmodót vegyetek. Én ezt ajánlanám kezdésnek, úgyhogy a 12.05 az szerintem egy gyakorlásra tökéletes tűmodó. Én ezzel szoktam konturozni, de jelzem, hogy ez mind long taper, tehát hosszított hegyű tű, amiket én használok, bár manapság már majdnem minden tűmodul hosszított hegyjel készül. Tehát konturozásra ugye rá is van írva, hogy RL, az a round liner, tehát kontúrozó. Aztán van az RS jelzésű, nem annyira látszik szerintem a kamerába, de rá van írva, hogy RS. Ebből is én a 12.05 RS-t használom legsűrűbben. Ugye a nevében benne van ennek is, hogy round shader, tehát kör satír. A tűk elhelyezkedése ugye így van. A kontúrnál pedig így van. Ezt például vastagabb vonalakhoz, vagy esetleg kisebb minták kitöltéséhez ajánlanám én. Aztán itt van egy RM nevezetű, ami ugye azt jelenti, hogy kör magnum, az azt jelenti magyarul, hogy félköríves magnum, ahol a tűk így állnak. Tehát két sorba vannak, és egy kicsit ilyen félkörívbe vannak forrasztva a tűk. Ugye azt nyilván tudja mindenki, hogy olyan, hogy egy tű modulon belül nem úgy működnek a dolgok, hogy egy darab tű van benne, hanem sok tű van. Itt jelen esetben ugye rá is van írva, hogy 9-es, tehát tudom, hogy 10.09. A 10 az jelenti a tűnek a vastagságát, az azt jelenti, hogy 0,30 mm vastag egy tű, a 0,9 pedig azt jelenti, hogy 9 darab tű van beleforrasztva. Ugye az előbb, ahogy mondtam, a 12-es méret, az pedig 0,35 mm per tű. Én kisebb árnyékolásokhoz általában ezt a 10.09-es kör magnumot használom, vagy 13-as, 15-ös kör magnumokat, és a 0,30-as méretből, tehát árnyékoláshoz én 0,30-as tűket használok. Színezéshez viszont már szín betöltéséhez, vagy nagy feketékhez a 12, tehát 0,35 vastag tűket szeretem, mert ugye mivel vastagabb is, sokkal több festéket, pigmentet tud egyszerre bejutatni a bőr alá, és ugye a színes festékeknek nagyobbak a pigmentjei általában, mint a feketének. Ebből is én általában használom a 12, 13, 12, 15, 12, 0,9-es tű modulokat. Aztán itt van egy olyan elnevezés, hogy 10-11 BPMG. Ez azt jelenti, hogy tehát 0,30-as tűből, 0,30 mm vastag tűből van forrasztva 11 darab tű, és backpin magnum. A backpin az egy közepes tűhozt jelent. Ugye úgy vannak ezek a dolgok, hogy van a sima tűhegy, az az alapstandard. Aztán van ugye a medium taper, ott egy kicsit hosszabban van a tűhegye, aztán van a long taper, és van az extra long taper, amikor egészen hosszan hegyes az egy darabra eső tű.
Most itt jelen esetben ugye a magnum, hogyha csak simán van és nem round, akkor az azt jelenti, hogy a tűk egymás fölött vannak két sorba, és nincs félkörív, hanem így vannak a tűk. Két sorba, és teljesen egymás fölött. Én az ilyeneket általában arra használom, hogyha tudom én például tollat kell csinálni, és akkor ugye ennek az előnye, hogy lehet forgatni, bárhogy kis csücskökbe, kis sarkokba be tudjuk fordítani, ezáltal ugye ilyen tök jó kis dolgokat lehet csinálni, de ezt nektek kell kipróbálni. Vannak olyan tetoválók, akik ilyennel árnyékolnak, például ez a kezem mellévő tetoválás is, egy sima, azt hiszem 13-as magnummal lett csinálva, a vékony vonalak is azzal lettek húzva, az árnyékok is, stb. Mondjuk azóta ez már át lett ütve, de az eredeti verzió az úgy készült. A hátránya ennek az, hogy ugye, ahogy a tűk így vannak egymás mellett, ha nem jól tartod a gépet, akkor könnyedén a szélső tű tudja karcolni a bőrt, ezért mondjuk egy kezdőnek célszerűbb az RM, tehát a round magnumokat kipróbálnia, de legelőször, még mielőtt bármit is csinálnátok, kontúrtű. Tehát 12.05, 12.03, vagy lehet próbálgatni 10.05, 10.07, vagy 12.07, és szerintem egy ilyen alapszettel bőven el lehet indulni, de mondom, akkor jártok a legjobban, ha besétáltok egy tetoválószalomba, nyilván miután leegyeztettétek, hogy mikor menjetek, és megkéritek ott adott művész, hogy legyen kedves és foglalkozzon veletek, de arra készüljetek, hogy ez a tetoválás az nem egy hobbi, az nem egy játék, az nem egy semmi, hanem ott az úgy működik, gyerekek, hogy ott vagy fölteszed rá az egész életedet, vagy felejtsd el. Tehát fölösleges. Én is, amikor még munka mellett tetováltam, az a tetoválás, vagy azok a tetoválások soha büdös életben nem voltak olyanok, mint mikor már csak ezt csináltam non-stopban minden nap reggeltől estig. Úgyhogy ezt tudom tanácsolni. Kicsit elkanyarodtam a témától, de szerintem valamennyire érthető volt. Remélem, hogy ebben a videóban is megtudtatok hasznos dolgokat, de ha nem, akkor nézzétek vissza a többi videót. Minden videóban van egy kis érdekesség, egy kis olyan dolog, ami szerintem segített abban, hogy kicsit közelebb kerüljetek a tetováláshoz, vagy hogyha érdekel titeket a tetoválás, nem akartok tetoválók lenni, de érdekel titeket a dolog, akkor célszerű megnézni a többi videónkat is, és tényleg, hogyha van kérdés, akkor kommentbe nyugodtan tegyétek föl, és megpróbálunk minél hamarabb válaszolni a kérdéseitekre. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok. Minden jót kívánunk nektek, sziasztok!